Két helyszínen, Romániában és Görögországban rendezték meg az U18-as lány röplabda Európa-bajnokságot. A magyar válogatott a kettes számú csoport mezőnyében kapott helyet hét másik együttes társaságában. A válogatott Pampuk Csaba edzővel és a játékos Pampuk Grétával a soraiban június 9-én Dunakeszin kezdte el a 3 hetes felkészülést. A kontinens torna július 1-én kezdődött Krétán. A cél az volt, hogy szetről szetre, meccsről meccsre javuljon a csapat teljesítménye. A magyarok vereséget szenvedtek a lengyelektől, a németektől és a törököktől, legyőzték viszont a görögöket, a finneket, a litvánokat és a bolgárokat, így pozitív mérleggel a csoport 4. helyén zárták a tornát. A Bulgária elleni győzelem a legnagyobb fegyvertény, egyrészt azért, mert 0-2-ről fordítottak a magyarok, másrészt pedig azért, mert a későbbi győztes ezt az egyvereséget szenvedte el az EB-n. Ez szinte államszerűen akult, mert lehet a bolgárok fáradtak voltunk, de ez már történelem, de sikerült meglepni őket egy olyan határozott és hibátlan játékkal, amit ezzel egész Európa bajnokság alatt nem játszottunk. Az egész Európa bajnokság úgy alakult, hogy 4. helyen zártuk a csoportot. Ezt ha az első nap valaki azt mondja, hogy egy negyedikek vagyunk, szerintem beleegyezünk, mert azért ez a két nyolcas elég erős, Európa legjobb 16 csapata, és abból lettünk mi a 8-ak, a csoportban 4-ek, ez nagyon nagy munka volt a lányok számára. A csapat egyik kulcsembere volt a 14 éves Pampuk Gréta, aki valamennyi találkozón pályára lépett. Edző édesapja is elégedett volt a fiatal röplabdázó teljesítményével. Egyénileg szerintem jól teljesített, és nem szerintem, hanem a stáb szerint. Nyitásfogadásban is ott volt az élen, támadásban is, ászok tekintetében talán, ha jól emlékszem, 30 ásszal fejezte be, és ott van a 1-10-be az Európa-bajnokság rangsorában. Én büszke vagyok rá, hogy ilyen fiatalon, és ilyen idézősen kis testmagassággal a nagy 190 centis lányok ellen eredményes tudott lenni. Gréta a tavalyi Békéscsabai Európa-bajnokság után másodszor képviselte kontinens tornán Nyíregyházát és Magyarországot. Voltam, amikor meghatározó ember voltam a csapatban, nyitásfogadás is jól sült el, meg voltam, amikor ha a támadás nem ment, akkor nyitásfogadás, meg a védekezés, akkor arra fókuszáltam, ha például a támadás ment, akkor így többire, még jobban, meg a támadás is. A két csoport első két helyezett csapata Romániában döntött el az érmek sorsát. Az Európa-bajnoki címet Bulgária szerezte meg, miután a döntőben 3-0-ra legyőzte Belgiumot. A 3. helyen Olaszország végzett, a 4. hely pedig Lengyelországnak jutott.